arab nép, akik ugye testvér népcsoportok, hogy milyen szembenállással háború és milyen hadakozásban vannak. Egy nagyon rossz példát mutatva így a világnak. Én az égiektől kívánom szívemből, hogy legyen megbékélés ott kint, ahol ez szükséges, és világszerte legyen megbékélés, és ne legyen zsidó, és ne legyen végül is arab ellenesség. És hogy a másik elfogadja a másik. Természetesen. De amikor azt a másik, hogy azt mondja, hogy inkább vagyok-e kiválasztott, és az zenim az a fut, és ki kell írtani a másik, és 60 éven keresztül eddig már, emióta létezik Izrael, csak az a cél, hogy lehetne a palasztinok szinte eltüntetni a föld színéről, az a bizonyíték, hogy ez már megy tovább, nem megy. Beszéljünk a jövőre. Ebben az Áthelyezik Izraelt Európában című cikkből idéznék valamit. A Council of Foreign Relations című zsidó szervezet vezető emberei nyilatkoztak, és ezzel kapcsolatban azt írta a National Journal, idézem, a nagy sátán, idézőjelben, Amerika nem tudja Irakot és Afganisztánt sem megtartani, hogy akarnák akkor Izraelt hosszú távon katonai megvédeni és anyagilag támogatni. A CFR mérvadó vezetői köreiben tisztában vannak vele, hogy ez a jövőre nézve nem lesz lehetséges. Izraelt fel kell adni. Tehát valóban menniük kell. De mondjuk, ha ez igaz, én erre azt mondom, hogy hát valóban tényleg menni kell. Ez zsidó vezető, hogy ha ott nem maradhat a palesztin környezetben az arab világ. A mentalitás nem az a baj, hogy hívja, nem csak a palesztin nép raigálására és küzdelmére és akkor ellenállására nem tudnak ott megmaradni, már az ő mentalitások nem bírja azt a környezetet. Például egy európai ember kimehet a sivatagba egy hétre, két hétre, de ha ott kéne élnie életen át, az nem fogja bírni. Most az izraeli nép a legtöbbsége, 90%, ahogy mondtam, ez nem szemita nép, nem helybéli nép, aki hozzá van szokva kulturálisan, mentálisan, élhetési szempontból ehhez a környezethez. Jöttek több idegen országból, több külföldből, és akkor hozták magukval a saját kultúrájuk, a megélhetésüket, még ez. Rájöttek 60 év után, hogy már itt nem lehet élni. Itt nem lehet úszómedencét fönntartani, nem lehet naponta háromszor fürödni, nem lehet naponta, hogy hívja, 20 liter fogyasztani, nem lehet, hogy hívja, hogy locsolja egy gyepet, mint ahogy akarok, hogy gyönyörű kertes házam legyen, nem lehet kertes házat tartani ott ezen a környéken, a mezőgazdaság előtt. Rájöttek 60 év után, hogy ez nem az a megfelelő környék a zsidó nép megélhetésére, és most kezdenek kifelé menni. Ezért, amit mondta, hogy hívja, hogy az előbb, hogy az elit réteg, igen, valóban, aki megtehette Izrael. Amikor volt a 3 évvel ezelőtt Dél-Libanon a háború, az izraeli külügyminisztérium megtiltotta az összes nagykövetségnek, hogy adjanak kijelentést, hogy hány ember beadta vándorlási kérvényét a nagyköveteknek. Ezért, hogy titkolják az, hogy ne induljon egy hullám vándorlás Izraelbe. Már Izrael beindult azt a folyamat már körülbelül 10 évvel ezelőtt, mikor kezdődött az intifada, de most egyre intenzívebben megy az a dolog. Mert két szempont volt. Először nem tudták eddig 100%-osan azt a környéket, hogy Izrael terület tisztafai alapon és vallási alapon csinálni belőle. Rájöttek, hogy a nagy Izrael az a nagy hatalmasi cél, hogy Iráktól Nílusig az betartani, akkor az is megbukott az a szemlélet. Még ráadásul ők maguk rájöttek, hogy nem az a megfelelő környék az ő mentalitásuk, az ő gondolkozásuk így, és akkor kezdődik most a vándorlás. Az pontosan az a kijelentés tükrözi, ami a lelkükben van. Valóban lehet, hogy híve, hogy tévedés volt, de szoktunk mondani mi, szóval az arab nyelven, hogy mindig a nyelv ebből merít, ami a szívben van. És akkor ez pontosan kijött most az utolsó éveiben, mert most tudjuk, hogy a Peres miniszter, vagy X-miniszterelnök volt most a 80 éve körött fölötti, már rájött az igazság, már rájött az igazságra, hogy nem azt a álom ország, amit álmodták 60 évvel ezelőtt, nem kívánja a gyermekeinek, hogy itt éljenek, mint ahogy ő élt, és rájöttek, hogy most ez a környéket el kéne hagyni, csak valamilyen formában, hogy lehetne ezt elhozni, és milyen formában megoldások. Nekem oda téged Palesztina érdekel, engem meg Magyarország. Így igaz. Eleget kosztoljuk el jóból. Ez az egyetlen lényeges különbség kettő között, hogy én Magyarországot féltem. Én kivezettem az árát ott, meg itt is. Uraim, be kell, hogy rekesszük már az alsóháznak az ülését. Köszönöm mindenkinek, Szelek Tajszírnak, Nagy Lászlónak, Száma Vincének és Susztán Lórendnak, hogy ismét eljöttek hozzánk. Folytatás nagyjából majd egy hónap múlva. Köszönöm még egyszer. Az elmúlt hét végén mutatták be Koltai Gábor Vas Albertről készített filmjét. A bemutatón ott járt Siklósi Beatrix is. Ismét egy hiánypótló alkotás, ismét egy Koltai Gábor film. Ismét az első nyilvánosság helyére lép a második.
és ismét várhatóak lekicsinő megjegyzések, gúnyoros utalások. Egyelőre azonban még az elhallgatás stádiumánál tartunk. Az, hogy a bestseller könyvek írójáról, Vas Albertről egy forint közpénz nélkül megszületett egy legalább a fél ország érdeklődésére számot tartó film, még az adófizetők pénzéből működő közszolgálat sem ejtett egyetlen szót sem. És az a hír, hogy a magyar filmgyártás első olyan nagy játékfilmes alkotásáról van szó, amelyet adakozók 8 millió forintjából tudtak csak befejezni, a mai magyarnak nevezett sajtó legnagyobbik fele számára szóra sem érdemes. De hagyjuk is a nemzettől leginkább független újságírók újabb szánalmas próbálkozását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelenek! A Koronafilm alkotói közössége és a ma este bemutatásra kerülő produkció az Adjátok vissza egyeimet című film fő média támogatója, az Echo Televízió nevében szeretettel köszöntöm. Szeretném elmondani azt, hogy ez a film nagy valószínűséggel a magyar filmgyártás történetében, mint ez egy példa, amikor az első olyan film volt, amelynek a befejezését egy nagyon széles körű közadakozás tette lehetővé. Ezek közül a jó szándékú barátaink közül nagyon sokan megtisztelték a ma esti vetítést, és itt vannak velünk, még többen nem tudtak ma velünk lenni. Én tisztelettel azt kérem mindannyiunktól, hogy a ma este utolsó tapsa nekik szóljon. Köszönöm szépen. A film az Urániában megtartott díszbemutató után elindult Kárpát-medencei körútjára. Akár beszélnek róla a fősodor médiában, akár nem. 2007. július 9-én 18 óra 22-kor kaptam egy e-mailt egy barátomtól, hogy kedves Bernadett, ennyi meg ennyi pénz hiányzik, készül a Vas Albert film, segítsetek. És akkor elindult a segítség, körímélek 160 embernek, ők továbbadták másik 160 embernek, mindenki hozzon magában még 160 embert, és így összejött. Nagyon sok ember adott benne, nagyon sok pénz, sok munka volt benne, de megérte. Én az utóbbi időben egyre több Vas Albert könyvet veszek a kezembe, és ajánlom a gyermekeimnek is, és azt gondoltam, hogy ha valaki egy ilyen ügybe belekezd, akkor nyilván ugyanúgy, mint más filmjeivel is missziót teljesít. Egy megszakított történelem, egy elfelejtett gondolkodásmód, egy egészséges patriotizmus olyan alakját próbálja a nagy közönség számára is hozzáférhetővé tenni, amelyik bemutatja ezt a hányattatott sorsú magyarságot itt Közép-Kelet-Európában közepén is, hogy hogyan lehet a kozmopolita, a globalizáció világában úgy építeni a magyarságra valamit, amely kötődik tájhoz, értékekhez, emberekhez, hithez. A novellái regényei alapján is az irodalomtörténet is helyre tehetné, a társadalom is helyre tehetné. És miért nem megy ez 17 évvel a rendszerváltás után? Vajon mi az oka annak, hogy nem történhet ez meg? Sőt, egyre több olyan hangot lehet hallani, amely Vas Alberttel szemben megy, Vas Albert ellen megy. Nem csak mindenféle ráaggatott vádak ennek az alapja, hanem irítség, féltékenység, emberi dolgok, sok csúnyaság jött össze szerintem, ami miatt ő még mindig nem elfogadott nagy magyar írónk. Hogyha valaki akkor a mai Magyarországon, Koltai Gábor, hát nem is az egyedüli, de azon nagyon kevesek egyike, akinek megvan az erkölcsi alapja és művészi képessége ahhoz, hogy a szőnyeg alá söpört, vagy legalábbis mindig lesúnyt szemmel kezelt dolgairól beszéljen, ha az Horthy Miklós, akkor Horthy Miklós, a Vas Albert, akkor Vas Albert, és az antiszemitizmus, akkor az antiszemitizmus. Budapesten született, nagyvárosban szocializálódott, Erdélyt soha nem látott. Félig meddig diszkókultúrán fölnőtt fiatal magyar értelmiségiek, vagy lehető értelmiségiek
a második Vasárbert regény után, elolvasása után azt mondják nekem, tanár úr, menjünk Erdélybe. Hogy vevőke? Én azt hiszem, nem vevők, hanem felismerők. Felismerik önmagukban a már elveszettnek, vagy soha meg nem lévőnek gondolt gyökereket, vagyis aki Vasalbertet olvas, egy kicsit magyarabb és egy kicsit emberebb lesz tőle. Sok ember van, aki még nem is tudnak róla, szóval aki csodakodom, nem ismer sem minket, se az édesapám, csak hallgat messzeről, és lehet, hogy ezek az emberek, akik még eddig nem volt véleménye, mondjuk, hogy csak kíváncsi voltak, hogy ott biztos segítség lesz. Szóval egy ilyen ember, aki tényleg kíváncsi, tényleg akar valami újat tudni, és bemegy ilyen filmben, mint ez, akkor én ezt hiszem, hogy sok információ kom, mert nagyon valószínűleg mondtam, én mindent ismertem, ami ott volt, de úgy összetéve ez volt a nagy dolog, ami Koltai Gábor tett. Nagyjából itt véget is ért a mai műsorunk. Legközelebb egy hét múlva, december 7-én találkozhatnak velünk itt a Szabad Gondolatok és Gondolkodók éjjeli menedékében. Addig is vigyázzanak magukra, és ha lehet, ne tévesszük szem elől egymást. Minden jót, viszontlátásra!